Elérkeztünk a negyedik leosztáshoz. Ebben a helyben a kezek relatív erejéről szeretnék beszélni. A mutatás kapcsán jutott ez eszembe. Igazából a lejátszást is mindjárt megnézhetjük, és láthatjuk, hogy nagyon sok mindent nem tudtam másképp csinálni, és mégis nagyon alulról pakoltam be a pénzt. És ennek kapcsán jutott eszembe, hogy esetleg aki keveset omaházott, azoknak érdemes ezekkel a Monster Draw-kkal egy kicsit jobban, közelebbről megismerkedni, de nézzük a leosztást. Kisvakban kaptam ezt a lapot. UTG ML 3 nagyvakot Button megadja, én kisvakról tartok. Egyébként 50-50 a játék, tehát nem 25-50, 50-50. Itt kiegészítek, nagyvak bedobja, és akkor érkezik ez a flop, Bubi 10-4, top két párom van. Két ellenfél ellen én beszélek először, én ezt úgy gondoltam, hogy checkrézelni fogom. Viszonylag magas kontbettel rendelkezik az ellenfél, agresszív is, úgyhogy joggal gondolhattam, hogy megkontbeteli még két ellenfél ellen is. Egyébként nagyon sokszor, hogyha nem 3-betelt pot van, akkor ilyen húzóveszélyes bordon érdemes ezeket a lapokat védeni, és rögtön dongbettel, potbettel indítani. Igaz, gyengébb laptól ilyenkor kevésbé kapunk akciót, de két párok ugye a legveszélyesebbek, hogyha nincs mellé semmilyen komolyabb húzólapunk, de majd láthatjuk is, hogy ez miért problémás. Igazából a check raise az, ami biztonságot adhat, hiszen akkor gyakorlatilag biztos, tehát hogyha valaki nyitni fog egy megadást, check raise emelünk potot, akkor be fog kerülni, és vélhetőleg azért a top két párral jól tesszük be általában. Azt viszont nem tudjuk megcsinálni, hogy dong betelünk, megadják, és utána, illetve meg tudjuk csinálni, de hogyha betelünk és azt megadják, akkor a több mint a pakli fele gyakorlatilag rossz törnön, tehát elrontja a játékunkat, vagy sor, vagy flush esik le. Úgyhogy itt én azt a kockázatot szoktam bevállalni, vagy illetve hát azért egészséges mértékben keverem a játékot, de én a check részben azt a kockázatot szoktam bevállalni, hogyha nagyon elromlik a lapom, tehát hogyha mondjuk mögén passzolnak, és nem tudom a check részt végigvinni, és nagyon elromlik a lapom, akkor nem erőlködök tovább, nem görgetve a hibát magam előtt. Érkezhetnek olyan kártyák, amik még a Bubi 10 erős, de azért a kártyák jelentős részén el fog romolni, hogyha valaki nem licitál. Ha nyitnak, akkor természetesen checkrézelni fogom ezt a top két párt, védve a lapom ezzel, és ott mint egy lezárva. Tehát ott már nem akarok betenni én Monster Drawkeren, nem akarok semmit, checkrézzel gyakorlatilag egy dobatást próbálok elérni. A problémás egyébként itt kistétű Omahában ugye az, hogyha ilyenkor megbeteljük, akkor még két-három ember megadja, és gyakorlatilag turn-on check foldolunk, mert nem tudjuk tovább védeni a lapunkat. Ez ilyen második két párokkal gyakorlatilag nem is nagyon szoktam izmozni emiatt. Top két párokkal is attól is függ, hogy néz ki a board, milyen top két párról van szó. Király 8-al nyilván jobban, király 8-4-en a király 8-al többet izmozok, mint mondjuk a Bubi 10-4 két pikkel. Rengeteg drónak nagyon jó ez a flop, úgyhogy én itt check raise-t választottam. Passz, az eredeti emelő konbete, egy megadás, ugye ez jó, egyrészt mert nagyobbat tudunk checkrézelni, és így van ez. Igazából a betméretezés miatt lehet ez lényeges, de én azért hívok itt nagyot, mert nem szeretnék megadást olyan kezektől, mint amilyet majd láthatunk. Egyetlen egy sima flush draw ellen szívesen megyek all in, de az nagyon ritka Omahában, hogy nincs mellé valamilyen kiegészítő kombináció, esetleg pár plusz flush húzó, ezek ellen már ugye coin flip a helyzet, úgyhogy a dobásokkal sokkal jobban járok, mint hogyha itt bepakolom egy top két párra. Ahhoz ez gyenge, hiába bármennyire erős lapnak látszik, vagy holdember erős, itt ez egy konkrétan gyenge lapnak számít. Tehát ennyit ér itt, ha végződik a parti, az nekem tökéletesen megfelel. Nem így történt, emeltek, természetesen be kell raknom. A legjobb eset, amit el tudok érni, az ugye egy coin flip körülbelül ebben a helyzetben, de könnyen lehet, hogy verre vagyok. Tehát ilyen helyzetben check raise után azért már még ez a játékos sem fogja betenni egy sima ász párral szín nélkül, vagy over párral szín nélkül. Legalábbis ez a játékos biztos nem, ő a jobbak közé tartozik, kicsit sok kártyát játszik meg, de kifejezetten agresszívan jól játszik. De mindegy, nem is a lejátszás a lényeg, nézzük a kártyákat, ász és hatos érkezik, és akkor nézzük a showdown.
Dáma király 9-9 flush húzóval, tehát láthatjuk, hogy egy körbefogó sorhúzója volt, ami annyit jelent, hogy a 10 bubit nem csak egy dáma király, hanem dáma király 9-essel volt körbefogva, tehát a lehető legjobb, ugye, hogyha fölfele kettő, lefele egy fogja körbe, és emellé még volt egy színhúzója, gyakorlatilag 35%, top két pára 35%-kal mentem a partiba. Láthatjuk, hogy ugye 8-assal, 9-essel, dámával, királlyal, ásszal sora van, és az összes pikkel flösse. Gyakorlatilag top két párom 35%-ra teljesített egy nagyon-nagyon erős húzó ellen. Részéről is teljesen természetes volt a játék. Láthatjuk, hogy igazából itt, hogyha betelek, akkor, tehát hogyha megbetelem floppon, visszaemel, akkor én is visszaemelek, gyakorlatilag ugyanez a vége. Azért mondtam, hogy a lejátszásban nagyon nincs mit most kutakodni, igazából ez a check raise-zel én elégedett voltam és be is tettem. A legjobb, amit elérhettem volna, ha ugyanez a körbefogó sorhúzója van mondjuk flush esély nélkül, akkor ugye coin flip, ha akkor van ilyen 45%-om neki 50, és akkor egy felezésre egy ilyen 5%. Hogyha egy sima sorhúzó, az szinte kizárt, az ellen favorit lennék, de egy flöshúzó pár, flöshúzó és pár ellen, mondjuk, hogyha ászos az a flöshúzó és pár ellen is körülbelül coin flip a helyzet, úgyhogy én azért mondtam azt, hogy ezen a bordon itt azt kell észrevenni, hogy a bubi 10 és a szín együtt borzasztó veszélyes a lapok közepe, ami nagyon sokszor húzólapokat ad, és ugye a két pikk, ami nagyon veszélyes, hiszen nálunk nincs flush húzó, nem is tudjuk blokkolni se, úgyhogy ezekre azért lehet számítani, igazából itt az ellenfél mutatását érdemes nézni, 65%-kal tudott menni ezen a floppon, úgyhogy hát talán ennyi, igazából ezt akartam megmutatni, hogy az ilyen monster draw-kat ilyen agresszívan jól kell megjátszani, és sokszor a top két pár nagyon hátul lesz bizonyos partikban. Ez a bubi 10 még egyszer mondom veszélyes, de mondjuk egy király 8-4-en már nem biztos, hogy annyira hátul lesz egy top két pár, de itt sikerült nagyon alulról beraknom a pénzt. Mehetünk is tovább.